Nem vagyok pessimista. Utálom, ha ezt mondod, csak utálom, hogy minden reggel kényszerből 7-kor kelek fel. Utálom, a reggelente a puhágyamból kikelve, nem tudom, hogy melyik ruhám vegyem fel. Utálom, hogy ilyenkor a hajam hétköznapi emberhez méltó módon égnek el, és a fejem olyan, mint egy összecsimelt alomtál. Utálom, ha a reggelinél az asztalon pármai sonka helyett csak kolbász áll. Utálom, ha a kávém elhűl, mire meginnem, és az telomaku feszültsége elszáll, mire az óra reggel 8-nál jár. Utálom, hogy amikor sietnék, a buszra várni kell, és a szépkorban élő ragadozóklán is, na, hogy ilyenkor indul el. Azt meg végképp utálom, ha a metrónál nőlétemre két pofátlan férfi elém vág, és ráadásul a havi érvényes bérletre sincs lóvén már. Utálom, ha havonta randomra az idegbaj megtalál, és azt is, hogy ilyenkor az egész konyhát felfalnám. Utálom, hogy ilyenkor fogytán van a türelmem, és a szavaimat csak úgy meggondolatlanul szélne keresztem. Utálom, hogy az alakom edzés nélkül nem alakul, és nem létezik sétamaraton. Utálom a sok ingázást, az egyetemet, a ZH-t, a beadandót, a vizsgát, utálom, ha a versről alkotott véleményem nem díjazzák, mert a tanár szerint csak is a tankönyvben van az igazság. És utálom, hogy alig van szabadidőm családra, barátra, vagy csak szimplán önmagamra. Utálom, hogy amint hazaérek, a szüleim felmérnek, majd a szobám kerül terítékre, az ott hagyott el nem mosott edények, a mosatlan edényekben lévő két hetes penészes ebédem, vagy éppen a földön heverő mellényem. Utálom, ha utálják a rendetlenségem. Utálom, ha a bevásárolistával engem küldenek el a közérbe, és utálom, ha hét kasztából csak egy van nyitva középen. Utálom, ha a fornettiből az utolsó kakaós csiget nem én hozom el. És ha a kromkocsmában a meleg szenya, amikor kéne, pont akkor fogy el. Utálom, ha a koncerten a kezemből a sörömet kiverik, és meg csak annyit sem mondanak, hogy bocsi. Hát, rohadj meg. Egyszerűen utálom, hogy annyi mindent utálok. De nekem legalább megadatott az utálom. Mert nekem megadatott az, ami a világ egyes tájain nagyon sok másik embernek lehet, hogy nem. Mindenkinél lenne ennyi utálom? Vagy két kézzel kapnának azért, amit én utálok?